Itt lehet megkeresni a legújabb Kolotko szobrot és Ferenc József elveszett aranyszegét. A főváros negyedik hídját járjuk most végig, ez a Szabadsághíd, amit 125 éve adtak át. Ha korábban az országgyűlési képviselők nem fogadnak el egy olyan törvényt, hogy új hidat kell építeni, ha a hídvámokból befolyó éves összeg meghaladja a 650 ezer forintot, talán sohasem, vagy nem így épült volna meg. A Margit híd 1876-os átadása után viszont a bevételek megnövekedtek, így egy törvény alapján a többletet egy negyedik híd építésére kellett fordítani. 1893-ban rögtön két újabb híd, a Fővámtéri és az Eskütéri, ez a régi Erzsébet híd építését foglalták törvénybe. A mai Szabadsághíd is lényegében a milleniumra épült meg, ami jól mutatja, hogy egyes szimbolikus történelmi évfordulók milyen megtermékenyítő hatással vannak egy-egy város fejlődésére. A két újabb Dunahídra kírt nemzetközi pályázatot egy német és egy magyar terv nyerte, de bennünket most a második érdekel, ezt végül is a komáromi Dunahíddal komolyabb hídreferenciát felmutató Feketeházi János nyerte. Ahhoz, hogy ez addig csak a Váci utcáig érő kiskörút átmenjen Budára is, itt is kellett némi átépítés, pontosabban bontás, egy háztömböt kellett itt a vámházzal szembe lebontani. Aztán már az építkezés gyorsan haladt, 1895 végére elkészültek a hídfők, és akkor már csak a több mint 6000 tonnás vas hídszerkezetet kellett beemelni, ami jövő év nyarára már el is készült. Ez az első magyar tervezésű, magyar anyagból készült budapesti Dunahíd. A híd végül rácsos fémszerkezetet kapott, de úgy, hogy a kor divatos függő híd típusára emlékeztessen. Ez volt az első olyan nagyobb vasanyagú hídszerkezet, aminek a tervezői tudatosan hangsúlyozták ki a vasnak, mint szerkezeti anyagnak a szépségét. A pilléreken nyugvó két-két vámszedőház Nagy Virgil tervei alapján készült el, ezek közül a két pesti máig fennmaradt. Az építkezés 1896. augusztusára befejeződött, a zöld színűre festett hidat pedig a milleniumi ünnepségek részeként maga az első névadó, Ferenc József adta át. Ezek a Gellért egy lába volt a hőforrásokkal, de aztán amikor elkészült a híd, megszületett a Gellért tér is. A híd később villamosvonalat is kapott, többféle közvilágítást, majd több évtizeddel később autóbuszok is követték, pedig ez a híd meglehetősen keskeny egyébként, alig több mint 20 méteres, másrészt viszont a dunai átkelő helyek közül a legrövidebb 333 méteres. A mai Szent Gellért téri hajóállomás helyén a 20-as években még egy hidroplánállomás is működött, és ide érkezett számos külföldi vendég, aki a szállodába vagy a gyógyfürdőbe jött. A túloldalon viszont egy másik nevezetes hely, Budapest első aluljárója itt épült 1950-ben a 2-es villamoshoz. Ezt is kevesen tudják. A II. Világháború alatt, 1945. január 16-án a németek ezt a hídet is felrobbantották. Az újjáépítés több fázisban kezdődött, először az ellensúly miatt bedőlt budai hídfőt kellett visszaemelni, aztán meg kellett építeni a hiányzó új vasszerkezeteket is, amit a parton szereltek össze. A szerkezetet egyébként több híd roncsaiból újrahasznosított acélelemeket felhasználva a mávag végezte el. Az újjáépített hidat 1946. augusztus 20-án adták át, és új névvel és új színnel. Szabadsághídnak nevezték át, és szürkés-kék lett, mert az illetékesek nem tudtak megfelelő zöld festéket beszerezni. A hidat később többször is fel kellett újítani, például 1984-ben ekkora híd visszakapta eredeti zöld színét, és pótolták azt az ellopott ezüstszegecset is, amit az átadáskor még Ferenc József helyezett el. Kacsatermálnak hívják Budapesten azokat a helyeket, ahol a termálfürdők fáradt vizét a Dunába engedik.
Itt például a Gellértét. A Dunába ömlő meleg víz ingyen fürdő lehetőséget teremt, a helyi folklór része, hogy korábban nem csak a homeless-ek, hanem környékbeliek is használták tisztálkodásra és mosásra. A BME betonkurzus hallgatói 2015-ben a termálvizes kifolyó mellett kis padokat öntöttek, aztán ezt a kifolyó projektet 2016-ban tovább is fejlesztették. Most télen nem úgy néz ki, mint egy találka vagy grillező hely, de az biztos, hogy jobb időben ez egy üldögélős közösségi pont. A Szabadsághidat legutóbb 2016-ban a fonódó villamos kiépítése miatt zárták le 2 hónapra, és ekkor a híd élete váratlan fordulatot is vett, kreatív budapestiek foglalták el, ahol spontán piknik hangulat lett úrrá, a híd műszaki építményből köztérré változott. A biciklisek, a kerékpárosok, gyalogosok spontán térfoglalását idővel a főváros is elfogadta, majd a következő csavar az lett a történetben, amikor a Szabi híd építészeti projekt lett a 2018-as Velencei építészeti biennálé magyar szereplője. Ráadásul a biennálé magyar pavilonjába egy 10 méteres kilátót építettek, így lett a Szabadsághíd szerethető kulturális exportcikk is Velencében, majd aztán Kínában. 2 éve ugyanis a 8 milliós Tong Kuan központját úgy tervezték meg, úgy építették meg, hogy európai városok utánzatán haladjon át. Így került Prága és London és más városok központja mellé a Szabadsághíd is Kínába, méghozzá villamosos túrt.